Szevasztok! Ebben a videómban bemutatom a Minecraft alapokat. Most menjünk is a beállításokra. Én itt annyit csinálnák, hogy grafikát gyorsan állítanám a FPS-t, ugye max FPS-re a teljesítményéknél. Akkor látótávolság mindenképpen távoli legyen, mert ha közelire van beállítva, akkor ugye ködös lesz és megeszi a ramodat a gép, és talán még laggolsz is. Nem minden esetre igaz ez, de nem tudom. Na, nem így van, mindegy. Pedig... Na, hagyjuk. A részecskék legyenek mindenképpen csökkentett. A fényerőt ezt nem muszáj állítani, én ezt azért állítottam be, hogy ha a sötétebb helyen vagyok, akkor lássak is valamennyit azért. Na, textúra csomagok. Itt ez azt jelenti, hogy ha ezt erre a gombra rákattintotok, ezt ti nem látjátok, ami bejött mappa, mindegy. Erre a gombra rákattintotok, be fog jönni egy mappa. És ugye abba belerakjátok a textúra csomagatokat, és akkor úgy külön másfajta ilyen kinézete lesz a Minecraftotoknak. Minden blokk máshogy fog kinézni, de szerintem ez teljesen értelmetlen. Nekem ez jó, és ez a default, ez tökéletesen megfelel. Na, lássuk a több játékos módot. Ez azt jelenti, ha például több ember, ugye élő emberek ellen, vagy élő emberekkel játszasz, persze ellen is játszasz, de a lényeg az, hogy más emberek ellen játszasz. És ugye szervert szeretnél hozzáadni, rákattintasz a szerver hozzáadásra, beírod a szerver nevét, szerver IP címét, rányomsz, hogy kész, és akkor itt lesz, és akkor kijelölöd, vagy rákattintasz, és csatlakozás. Hoppá, nem akartam feljönni. Egy játékos mód. Ugye, én nem hozok létre új világot, mert már van, ezt mondom, mindenki tudja. Csak olvasni kell, mert legalábbis nekem magyar a Minecraftom, mert magyar 9-t használok, Kolos 22. Játékmód túlélő, például világneve, ezt is tudod változtatni, hogy kreatív legyen, hardcore, vagy túlélő, világnevéhez akármit beírhatsz. További beállításokban én nem szoktam belenyúlni, mert teljesen felesleges, de ott is megadhatsz egy csomó paraméter. Mindegy. Már kezdtem egy új világot, ugye. Gyorsan egy chestre valót összedobok. Az alapoknál mindennek az alapja a fa. Most én nem kezdek el fát vágni, mert nekem már ha jól néztem, akkor igen, itt van. Mutatom nektek, hogy hogyan kell szenet készíteni. Ne aggódjatok, hogyha nincsen szenetek, nem kellem futni, bányászni érte, teljesen felesleges, mert tudtok faszenet csinálni. Szóval legtöbb ember az úgy van, hogy fú, most nincsen szenem, nem tudok fákját csinálni, és akkor sötét van, jönnek a mobok, nem látok semmit, meghalok, le kell mennem mindenképpen bányászni, szén kell. De ez teljesen felesleges, vágsz fát, nem, az a lényeg, ne töld be, és akkor amit nem töltsz be, azt ki tudod égetni szénként. Majd ha meg betörsz, ez meg tüzelőanyagnak ugye jó. Na, mindegy, én ezt mind a négyet gyorsan megcsinálom. Tanja elég is. Na, csináljunk botot. Botnak a lényege, hogy például a csákány, a balta, a gerebje, vagy se nem, kapa, nem tudom, minek mondjátok. Minden ilyesmi félének ez az alapja. A bot. A botot úgy kell készíteni, hogy bárhova egymás felé raktok két deszkát. Ami azt jelenti, hogy középre is rakhatjátok, előre is, akárhova. Az a lényeg, hogy egymás felett legyenek. És tessék, más van négy botunk. Na most a szenet, vagy a
fákját úgy kell készíteni, hogy szenet berakod a bot felé. És akkor lesz belőle fákja. És akkor tessék, más nem kell szakodni a sok hülyeséggel, hogy fú, le kell mennem bányászni, mert hogy nekem most szén kell. Na ugye, tudjátok, mit beszélek. Na most akkor megmutatom, hogy hogyan kell készíteni fa bal, vagy kőcsákányt. Na a lényeg az, hogy leraktok két botot egymás felé, és a bot felé, azaz a legfelső három blokkba vízszintesen raktok követ. És akkor ugye itt lesz a csákányunk. A baltának maga a lényege ugye, hogy két bot egymás felé, legalulra is ugye közép bal oldalt egy legyen, fönt vízszintesen bal oldalról pedig kettő. Hát legalábbis ennek az a lényege, hogy a formát kell kirakni. Már megnézitek ugye itt a nyél, és akkor itt a baltának a feje, szóval ez valóságban is valahogy így néz ki. Persze nem kőből, de megoldható szerintem abból is, nem tudom. Közben sötét van. Ja, be akartam írni, hogy Team Adai. Most a alapokhoz még annyit hozzáfűznék, hogy aki nem tudná, mert biztos, hogy lesz olyan, aki most kezdi a játékot. A W-vel megy előre, az S-el hátra, az A-val balra, a D-vel jobbra, és az egérrel mozog a bal klik az arra való, hogy szétüsse a blokkokat, a jobb klik meg az, hogy letegye ezt a kiválasztott blokkot. Ugye a görgővel meg kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk épp a kezünkbe tartani. Egyébként hatásos a gyémánt, a vas és a kő szerszámok használtam, mert azokkal elég gyorsan lehet lászni, úgymond. Ez a idézőjelben, de a fából nem éri meg csinálni, csak a csákányt ugye kezdésnél, mert hát most fából baltát csinálni teljesen felesleges. Mert ha már készítettünk egy kőcsákányt, azzal már lehet ugye követ bányászni, és akkor tudunk vele avval a kővel, amit kibányáztunk, simán egy kőbaltát csinálni, és nagyon jó is. És hát ennyi lenne a videó. Lehet, hogy valamit kihagytam, nem tudom. Majd a következő videóba, ha eszembe jut, vagy ha ír valaki, akkor megmondom, megmutatom, stb. Na, szevasztok!